Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék nektek megmutatni, hogyan kell helyesen kivitelezni a plank gyakorlatot. Szintén online kategória, rengetegen plankelnek otthon, egyedül, segítség, korrekció nélkül. És most szeretném nektek megmutatni, mi a hiba a plankben. Megkérem Judut, hogy segítségünkre legyen most is, és bemutatjuk nektek ő általa, hogy hogyan is kell helyesen csinálni. Gyere le, négy kézláb helyzetbe. Ez az, jó alkartámaszba lejössz, ez az, és fölemeled a két térdedet. Nagyon jó. Tehát, állítsuk be a helyzetet. A két alkar egymással párhuzamos. Jó, ne tedd széles alapra a két alkart, párhuzamos legyen a két alkarod egymással. A vállizület alatt helyezkedik el a könyök. A testsúlyodat nem viszed se előre, se hátra. Pont a könyököd a vállad alatt helyezkedjen el. De ezt érezni fogod, ez sokkal könnyebb helyzet a többihez képest. Felnyaktartás. Álladat húzd be, az arcod párhuzamos a talajjal. Fejed a törzset folytatása. Sokan megtörik a nyakukat, fölemelik a fejüket. Ne emeld föl a fejedet, megtöröd a nyakadat, fájni fog, nem szabad. Tehát behúzod az álladat, arcod párhuzamos. A kezedet lefele is forgathatod. Kis ujjszélre is támaszhatod, ami neked kényelmes. Össze is kulcsolhatod a kezedet. Oké. A hátad egyenes legyen. Egy picit emeld ki a mellkasodat, legyen egyenes. Nagyon jó. Mi a kulcsfontosságú rész? A plank gyakorlat nagyon jó törzsizom erősítő gyakorlat, ahol a kórizmokat erősítjük, a központot. Picit magad alá kell, hogy tekerd a fenekedet, és ezt a helyzetet megtartani. Hiba! Ha fölemeled a fenekedet, föltolod, de ha a derekad már süllyed, és még akarod tartani egy picit, akkor inkább följebb emeld a vonalon följebb. De ez is hiba, tehát ne tartsd így meg. A legnagyobb hiba, ha a derekad lesüllyed szint alá. Oké? Már meg is kérem Judut, hogy emelje vissza, mert túl fog terhelődni a derékszakaszod. Nehogy leengedd a derekadat. Leteszi Judu egy picit a térdét, mert már hosszú lesz a gyakorlat. Mi a lényeg, hogy ha valaki esetleg 3 másodpercig bírja a plenket, akkor ne ijedj meg, akkor tartsd csak addig, ha érzed azt, hogy elkezd süllyedni a derekad, a feneked, így bizony, akkor azonnal fogod és szépen lassan leengeded. Ne tartsd fönn. Nem az a lényeg, hogy egy percig megtartsd, de rosszul csináld, hanem az a lényeg, hogy napról napra, másodpercről másodpercre följebb haladjál, tudjál benne fejlődni. Túl fogod terhelni nem csak a derekadat, nem csak a gerincedet, az egész rendszert. Jó? A plank nem mindenkinek, és nem mindenre jó. Ezt jegyezzétek meg. Ismét följövünk plank helyzetbe. Nagyon jó. Tehát a törzs egyenes, teljesen egyenes folytatásban van. Szoktuk még esetleg kérni, hogy a sarkaddal nyújtózz bele lefele. Ez az. Nagyon jó. Amire oda kell figyeljél, nagyon-nagyon fontos, köldöködet húzod fel a gerinced irányába, húzod be a hasadat, hogyha ő elenged és süllyed a derekad, azonnal tedd le a plenket. Jó? Oké. Most Judu megpihen egy picit, ha így van. Hogyha akut derékfájásod van, fáj a derekad, gerinc problémád van, nem csináljuk a plenket. Oké? Ha csigoly elcsúszásodban, spondilolisztézisről tudsz, diagnosztizálva van, vagy hogyha van egy lépcsőtünet esetleg a derék szakaszodnál, lumbánál, akkor szintén ne csináld. Akkor csináld ezt a gyakorlatot, hogyha megvan a megfelelő tudatos törzsizom kontrollod. Jó? Szóval, hogyha az egész rendszerre rá tudsz feszíteni, és ezt meg tudod tartani tudatosan, akkor csináld ezt a gyakorlatot, ha nem, akkor nem fogja tudni neked az izomzatot biztosítani a derék szakaszodon lévő csigolyáknak a stabilitását. Túlterheled, fájni fog. Egy gyakorlatot meg fogunk nektek mutatni. A plank helyzet, ez egy statikus helyzet, és ebből több dinamikus gyakorlatot tudunk csinálni. Csinálunk most egy picit dinamikusabb gyakorlatot. Megkérem Judut, hogy tenyér tenyérre jöjjön föl, utána majd le, alkar, alkar támaszba. Rengetegszer alkalmazott kórizomfejlesztő gyakorlat, sokszor használjuk.
Mire figyelj oda ebben a helyzetben? Ha föltolod magad, a medencéd ne billenjen el. Akkor csinálod jól, ha a medencéd nem billen el. Ráfeszítesz a törzsedre, húzod a hasadat befele, és egyenes végig a gerinc, és egyenes végig a medence, és megpróbálod végig egy vonalban tartani a medencédet. Ne billettesd, de próbáld meg megtartani. Vagy erre a fókuszra, kontrollra odafigyelni. Ez az. Még egyszer megcsináljuk duval. Ez az. Nagyon szép, húzod, egyenes a hát, nagyon szépen behúzta az állát, figyeljétek, gyönyörű szép, jó, pihenjudó, nagyon jó, oké. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, és szép napot nektek, sziasztok!